Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön a Titanfall 2, és akkor Infinite Warfare esete. És ugye el lehet mondani, hogy a világnak már elege van, a tökünk ki van azzal, hogy a shooterek már a jövőben játszódnak, hogy ugrálunk ide-oda, össze-vissza, és vártam eddig, hogy beszéljek arról, hogy kiértékeljem egyáltalán a Call of Duty-t, az újat, mert hogy gondolom már kurva sok videót láttatok arról, hogy néz ki a Call of Duty, és hogy mit gondolnak az emberek róla, és hogy mit mondanak róla, és hogy szar, meg hogy már lassan a legutáltabb videó az egész YouTube-on, mert a hét vonatra mindenki felült, és vártam eddig, hogy nem nagyon szólaltam meg róla, csak azért, mert kíváncsi voltam a Titanfall 2-re, mint gameplay, egy kicsit legalább, mint egy trailer. És ugye, aki tudja, aki nem, a kód MV3 kellett volna, hogy legyen az Infinite Warfare tulajdonképpen. Tehát már akkor a akkori Infinity Warnak, a mostani Respawn Entertainmentnek a megalapítóival, akik ugye a Titanfall csinálták, már akkor be akarták vetni ezt a jövő bázisú shootert, és állítom, hogyha akkor bevetették volna, elképesztő siker lett volna az MV3, és líderek lettek volna megint csak ebben az univerzumban, megint egy úttörői lehettek volna ezzel a játékkal, mert egyedül a világon máshol nem lett volna. Ugye, és nem jutottak megegyezésre, a Infinity Ward-osoktól Frank Zampellai fogták, kiszálltak, átmentek megint csak az EA-hez, mert régebben dolgoztak már náluk, amikor a Medal of Honor-okat készítették, bizonyám akkor az EA-nél dolgoztak, és ugyanaz az Infinity Ward átment az Activision-hoz, és megalkotta a Call of Duty-t, úgyhogy több közös van a két sorozatban, mint gondolnátok. És ugye mindenki látta a Call of Infinity Warfare-t, és mondták, hát Titanfall koppintás, és igaz, mert Titanfallnak kellett volna lennie igazából, ugye az MV3-nak, és gyakorlatilag az Activision egy ilyen késleltetve adja ki a Call of Duty-kat, nem beszélve arról a nagyon hihetetlen pofátlanságról, hogy kiadják mellé a Code 4-et is felújítva, de csak akkor megveszed az újat, és nem az a pofátlanság, amiről hallottam manapság, hogy ez csak Xbox-ra fog kijönni, katasztrofálisan bukni fog a Call of Duty valószínűleg, viszont van azért még az Activision-nek a tarsójában itten dolgok. Tudják ők is, hogy haldoklik a Call of Duty, de ezek már fel vannak rá erre készülve, csak még kisajtolják belőlünk azt a pénzt, amit ki lehet, mert aki tudja, aki nem, Ázsiában létezik egy ingyenes Call of Duty, ami a két legnépszerűbb kódnak a mixeléséből van, a Code 4 és az MV2 pályái és fegyverei vannak összemixelve, mikrotranszakciókkal van ellátva, de ingyenesen játszható Call of Duty-ról beszélünk. Na most Európa és Amerika már könyörögnek a gamerek, hogy ez a kód bejöjjön végre ide, és ugye értelemszerűen valószínűleg stabilizálódna a Call of Duty állapot Európában és Amerikában, de az Activision erre tervre, ők már erre készülnek, szóval még kiszednek annyi pénzt, amit tudnak, majdnem biztos, hogy ez a kód is népszerű lesz, és ugye a like-dislike-ok arányából azért látszik, hogy az emberek utálják már a kódot, de a like, ha csak kifejezetten a like-okat veszük annál a kód videónál, az igen nagy mértékű. Azt kell mondani, és úgyis előrendelik az emberek, és úgyis megveszik, főleg már ott van a kód 4 is. Na most a Titanfall és Kod esete, ugye, aki nézte a Titanfall 2-t, és nézte az új Kod trailert, nézte a gameplayt a Titanfall 2-nek, a multiplayert, és azt nézzük, hogy nem túl nagy változás. Na most már ott a Titanfall-ban is van ilyen grapple hook, nem tudom milyen neve magyarul, ugye, amivel így belekapaszkodsz dolgokba, és felhúzod magad, és a többi, és a többi, és rengeteg vertikális és horizontális mozgás van, ugrabugrálás, ahogy kell, és ebből van már elege a népnek. Viszont elnézve most ezt a multiplayert, és elnézve a single playernek is a látványvilágát, és a fantáziáját, hogy mitől teljesít jobban a Titanfall, mint a Call of Duty ebben? Egyrészt azért, mert ők voltak az elsők, akik ezt megalkották. Megint csak, ugye a Titanfall, ugyanazok a srácok, akik az Infinity Warnál voltak, tehát az elsők voltak, akik ezt megalkották, ezt a jövőbeli shooter elképzelést, ezzel a tapasztalattal indultak. Azt kell mondjam, hogy a Call of Duty
a Titanfallhoz képest például egy lebutított mozgáskultúrát és látványvilágot hoz. És így vártam, hogy most melyiket lesz érdemes megvenni esetleg jövőre, Titanfall vagy COD? Titanfall vagy COD, és nekem megvan az első Titanfall, és hihetetlenül élvezetes játék volt, csak hirtelen halt ki a játék, és ugye beszélgetünk itt a srácokkal a napokban, hogy miért halt ki olyan hirtelen a Titanfall, és mindenki azt mondja, hogy előbb a szarjáték volt, mert hogy nem volt benne semmiféle fegyver, és nem volt, kevés volt a választék, kevés volt ugye, hogy hogyan válogathatjuk és rakhatjuk össze a fegyvereinket, a díszítések, stb. Ez mind kevés volt, és ez így van, de a játékosok nem ezért hagyták abba a Titanfallt. Azért hagyták abba a Titanfallt a gamerek, mert létezik egy olyan, hogy casual gamer, és létezik egy olyan, hogy hardcore gamer. És a Titanfall, ha tetszik, ha nem, egy tetvesül hardcore gamer game. Szóval ott nem anyám asszony gamereknek való. Tehát, hogyha te kodosgatsz, és így casual játszol Battlefield-el, vagy hardcore Battlefield-es, vagy nem kodozol, vagy valami, a Titanfall egy más világ. A Titanfallhoz hihetetlen kitartás kell, a Titanfall igazán a hardcore gamer ősatyáknak felel meg. Az egy olyan játék, ami olyan mozgós kultúrával rendelkezik, olyan time to kill-el rendelkezik, és olyan elemekkel, gondolok itt a titánokra, rendelkezik, amit azért feldolgozni egy casual gamernek igen nehéz. Amikor beszéltem, és itt mondtam a srácoknak, hogy hát amikor 5 titán van lent, és a csapatodnak még egy se, az igen nagy meglepetést tud jelenteni, mikor be kell nyeld azt a 10 halált, mert hogy még nem jött le a titánod, és próbál az ellenfél titánjait kinyírni, de azok kinyírnak legalább 10-szer addig, vagy azt is le kell nyeld, hogy amikor ott ülsz a titánba, és a tőle egy jobb játékos, aki nem titánban van, szanaszét parkűrözi az agyadat, és te egy titánnal nem tud leszedni, és a végén ő szed le téged. Szóval abban a játékban, ha most letöltitek, feltelepítitek, ugyanúgy találtok rajta játékost, de azt látjátok, hogy azok, akik már ott vannak, azok között nagyon eltévedve akad ilyen közepes szintű, mindegyik ilyen már presztízs akárhányas szintű, vagy mit tudom, 10-10-es presztízs, 11-es presztízs, se tudja már hány presztízs van, egy jó ideje nem játszottam már a Titanfall-al, és az a játék core gamereknek, a core shooter szerelmeseknek való, mert az a játék olyan szinten kompetitív, mint a Counter-Strike, de megmerem kockáztatni, hogy erre még rá is tud pakolni egy darabig, mert azzal a Time to Kill-el a mozgás kultúra minden is. És ahogy néztem, a Titanfall 2 például ezt most esetlegesen megdobta még egy szinten. Nem az, hogy újított egy hihetetlen, mert nem láttam olyan hihetetlen új újításokat. Új titánok, új trükköket tudnak a titánok, az biztos, valószínűleg most már ügyeltek arra is, hogy több fegyver, dísz és kiegészítő legyen, és a többi, de a core mechanizmuson más nem csináltak, ez csak a rövid képből látszott a kódhoz képest már, hogy mennyivel magasabb szintre emelték a hardcore játékot. Tehát azokkal megint csak az újonnan keletkezett mozgáskultúrával, a magasságokkal, ahova ezt elviszik, úgy értem, hogy a vertikális magasságova viszik a vakot, sosem emelkedett föl. A kódnál sose tudsz kimenni a pályának egyik részéből a másikra, sose tudsz egy bizonyos magasságnál magasabbra ugrani, mint ahogy kellene. És a Titanfall ezt a szabadságot például megengedi. A mozgás kultúrájában rejlik a Titanfallnak a kóddal való szembeni sikere. Például. Tehát ez az egyik plusz a titának, és a sokkal jobb univerzum, és a hasonlóan jó, vagy talán ki tudja már jobb és történetvitel, amit a single player-be kaphatunk, de a single player trail nekem nagyon bejött, tehát nagyon epikre csinálták meg, és a multiplayer, én egyszerűen, én na most lássuk, mit tud ez többet adni, mint a Call of Duty, és így ültem, és így the fuck, aki nem látta a trailert, nyugodtan elmehet a Facebook oldalamra lecsekkolni, és így én néztem, hogy mi a faszom, öcsön megáll meg, hogy ezeknek sikerült a core játékot, meghagyták az elemet, meghagyták, nem változtattak őrületesen, nagyon csak éppen azt a részletet, amitől
megőrzi a Titanfall az egyediségét, megőrzi azt, hogy sajnos vagy nem sajnos, én úgy gondolom, hogy ez a játék nem casual gamereknek való, olyanoknak való, akik rendelkeznek megfelelő türelemmel, hogy kitanulják, vagy megfelelő tehetséggel, hogy ott legyenek ebben a játékban fejben, mert ez a játék nehéz. Ez a játék hihetetlenül jutalmazó, ha jól teljesítés, és ezért is rakták be a minyonokat, hogy a casual gamereknek is legyen némi sikerélménye, érted? De mert ugye nehéz lelőni egy másik játékost ebből a szempontból, és most nem arról beszélek, aki már pró ebben a játékban, és megy neki ezerre, hanem a casual gamerekről, ugye? És mert aki hardcore játékos, az valószínűleg darál ebben a játékban, és itt nagyon nagy különbségek jönnek ki, és a játék is, ugye az első teltefel is ezért is kompenzált olyan visszajelzésekkel, olyan dicséretekkel, ha valamit jól csináltál, hogy ne csüggedjél, mert a core gamerek valószínűleg durvább dolgokat csinálnak ebben a játékban, és ez így is van durva. Amikor abba hagytam, ugye elkezdtem játszani a Titanfall-on, nagyon jól ment, és nagyon szerettem, ugye én is abba hagytam, mint hogy a legtöbb, mikor visszamentem egy időben játszani vele, meg szoptam, mint a szar. De bármikor visszamegyek a Call of Duty-ban, nem szopok, mint a szar, mert a Call of Duty tetű könnyű. A Call of Duty casual, a gamereknek való, már semmi kompetitivitás nincs benne, és ez az, amit nem látnak a kodok. Nincs baj a jövő shooterrel. Azzal van a baj, hogy nem képesek emelni a játék szintjét, nem képesek rátenni egy olyan szintre, hogy haladják meg egy kicsit azt a tetvesül egyszerűséget, amit képvisel, hogy egy kicsit izgalmasabbá tegyék, egy kicsit kompetitívebbá tegyék, mint például a COD 4 volt, a COD 2 volt, ez hiányzik a COD-ból. Egy össze-vissza ugrálós, néha lelövöldözős, nem kompetitív, nem fun játék, és nincs baj a jövő koncepcióval, izgalmas a jövő koncepció, fasz a pályák vannak, és jó elképzelés van, de az, hogy egy szar játékmenetet csináltak, ami nem képes élvezetet nyújtani, lassan már a casual gamernek se, de ahogy a core gamereknek egyáltalán nem, mert egyszerűen ugye annyi casual gamerrel lett tele a Call of Duty is, hogy semmi kihívás, bár bocsánat, tehát semmi kihívás nincs a játékban, a multiplayerben, ezzel ellentétben a Titanfall-ba, még egy casual gamer is tud egy olyan mozdulatot csinálni időnként, amivel nehéz lehet őt lenőni, vagy egy új szintre emelheti a csatározást. Tehát eleve ugye az, hogy ketten nekifognak egymásnak és lövik, az egy új szintre emeli a Titanfall-ban a dolgokat, és még ezt megpakolja a titánok egymásra való harcával is. Ennyi lett volna, kíváncsi vagyok, hogy mi a ti véleményetek erről az egész párharcról, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy a COD azért most adta ki ezt a Call of Duty-t, mert tudták, hogy jön a Titanfall 2, és a világnak már elege van a Call of Duty-ból, gyakorlatilag a jövő alapú shooterekből már elege van ebből, és a gamereknek már hánynak ettől, és kijön a Titanfall, ugye, és mivel hogy a gamerek már hánynak ettől a jövőképes gamerektől, a Titanfall úgy, hogy van, lehet, hogy bebukik. Pont emiatt az a nagyszerű játék és a nagyszerű elgondolás egy ilyen húzás miatt, amit az Activision csinált, ugye, ami gyakorlatilag csak arról szól, hogy a konkurenciát lenyomjuk, és egy ilyen húzással nyomják le. Kicsit gusztustalan, úgy gondolom, de ez az egész arra ment ki szerintem, hogy az EA-nek a jövő alapú shootereit elvágják úgy, ahogy van. Gondolok itt a Titanfall-ra, és ezért is gondolkodtak okosan az EA-nél, és megcsinálták a Battlefield 1-et, ami egy világháborús játék, hogy az tudjon virágozni, mert megeshet, hogy a Titanfall nem lesz az igazi a gamerek számára, és mi miatt? Azért, mert a fejükbe az ég, hogy Call of Duty egy szar jövő alapú shooter, és a Titanfall pont ugyanilyen lesz, mert a kettő ugyanaz. Nos, várom a véleményeket, köszönöm a figyelmet, sziasztok!